Jó napot, kedves nézőközönség! Én jövőbeli Matabarna vagyok. Ebben a videóban be akartam mondani két dolgot, és mivel rólam van szó, természetesen mindkettőt elfelejtettem. Úgy döntöttem, hogy a videóvágás csodáival visszatérek inkább elmondani, mint hogy a végén rakjam oda. Úgyhogy! Az egyik az, hogy van egy kisebb fajta probléma, nincsen több élemánssal. A sorozat szinte a végéig fel van véve, és fel is fog menni. Szinte! Ugyanis ez a probléma, hogy egyrészt, amikor bedöglött a külső Winchesterem, nem tudom, hogy ezt nem vettem észre, vagy észrevettem, és csak elfelejtettem. Engem ismerve valószínűleg inkább az utóbbi. Ez az utolsó pár rész a sorozatból, körülbelül 30 évnyi felvétel a játék időben. A másik probléma pedig az, hogy amellett, hogy elszállt az utolsó 30 felvett év, az előtte lévő szép is elszállt, ami körülbelül még 20 évvel visszavetni a játékot. Ugye a sorozat kicsit hirtelen fog véget érni, és ezt nem akarom újra fölvenni, meg visszamenni a régi verzióra, meg kitalálni, hogy a modnak melyik verzióját használjam, stb. Aránylag lesz egy befejezése, mert hogy jól emlékszem, pontosan addig van meg a felvétel, amikor utoljára elváltottam az országot Milánóról. Úgyhogy az a rész nagyjából még úgy, ahogy van, le lesz zárva, de igen. Tehát kicsit hirtelen lesz vége a sorozatnak. A második dolog, amiről szeretnék beszélni, az, hogy ezt a sorozatot egy kicsit késve kezdtem meg. Körülbelül 3-4 hete akartam, viszont akkor lebetegedtem, aztán meghúztam átam, akkor nem tudtam fölvenni, stb. Stb. Az a lényeg, késtem vele egy kicsit. És azóta a Paradox Interactive bejelentette az új DLC-jét, a Mare Nostrumot, amihez valószínűleg jönni fog egy új patch is, sőt, szinte biztos, hogy jönni fog egy új patch, amivel nem lesznek kompatibilisek a szévek. Úgyhogy ez a sorozat még az utolsó verzióval, ezzel itt fog végbe menni, ezen fogunk maradni a teljesen a végéig, és Kozak DLC-t fogjuk használni, a Mare Nostrumot értelemszerűen nem. A Mare Nostrummal pedig remélhetőleg indulni fog egy sorozat körülbelül akkor, amikor kijön a DLC, de meglátjuk, hogy jön össze az egyetemmel. Úgyhogy ez volt én már a jövő Matabarna, és menjünk vissza a videóhoz. Nem tudom, hogy miért értem azt, hogy ez jó lesz időutazás hangefájnak, na mindegy. Jó napot, kedves nézőközönség! Én Matabarna vagyok! És ez itt az Európa Vezetés 4 Burzsúj Medve első része! A sorozathoz használni fogjuk szokás szerint az Extended Running Experience modot. Hogyha ideje nézed a csatornát, akkor ezt tudod, hogy mi, hogyha nem, link hozzá leírásban. Nos! Ebben a végigjátszásban, amit látjátok, Novgoroddal fogunk játszani, és az lesz a célunk, hogy Moszkva legyőzése után létrehozzunk egy... nem mondom, hogy feltétlenül hogy alkotmányos, de egy felvilágosult Oroszországot. Tehát megpróbálunk építeni egy polgári társadalmat, megpróbálunk nyugatiasodni, amennyire lehet, stb. Stb. És ahogy mondtam, lehetséges, hogy alkotmányos monarchiát fogunk bevezetni, igazából ezzel az a probléma, hogy ez a játékmonarchiának köszönhetően Oroszországra nem igazán működik. Mert minél több tartományod van, annál többet kell bevonnod a parlamentbe, és minden egyes parlamenti képviselőbár le kell fizetni. Az összeset. Senki nem támogat alapból. De azért nagy országokkal nem igazán működik a parlament, hogy meglátjuk. Felvilágosult abszolutizmus minimum. Nos! A végigjátszáshoz szintén használunk egy randomizált új világot, ezt még én sem tudom, hogy hogy néz ki. Viszont úgy állítottam be, hogy legyenek benne fantasy elemek. Másokattól nem kell tartanatok, hogy ilyen lesz új világ, mint a másban. Azóta néhány patchezőt megcsinálták az új világjelenetet, hogy működjön. Tehát, vannak benne fantasy jelenek. Mit jelent ez? Lényegében high-tech asztélyokat és high-tech vikingeket, akik lehet, hogy vannak, lehet, hogy nincsenek. Amint mondtam, még én sem tudom. Ezeket inkább azért raktam be, mert egyrészt mi nem igazán fogunk az új világgal találkozni még jó ideig. És szeretném, hogy amikor találkozunk fel, akkor még mindig legyen ott valami, ami az új világból van. Valamint, mivel Szibériát eléggé későn fogjuk tudni gyarmatosítani, mert a Moszkvával le kell számolnunk. Lehetséges, hogy keletről bele fogunk futni valakibe, aki már arról jön, ami szerintem elég érdekes lesz. Na de! A játék ellenére igen, hogy szarb vagyunk, mert Moszkva egy kicsit feljebb van a táplálékláncban, mint mi, és akarja az összes tartományunkat. Úgyhogy, jelöljük kiválisainknak, Dánia és Livónia reflexből rám rivalizált, remek, meg Litvánia is. Dániát és Livóniát visszarivalizáljuk, és szintén rivalizálunk Moszkvával, ők úgyis utálnak. A kapcsolatainkat növeljük a lengyelekkel és az aranyhordával. A lengyelekkel azért emeljen le két potenciális ellenségünk van, Litvánia és Moszkva, Livónia azért nem fog megtámadni. Hogyha a lengyelek unióba lépnek a litvánokkal, Litvánia kiesik, és a lengyelek ott vannak Moszkva hátába, hogyha nem lépnek unióba, akkor a lengyelek ott vannak a litvánok hátába. Mert hogy Dánia nagy personál uniójával egy kicsit veszélyesnek, ugye jelenleg irányítják a svéd és a norvég trónt is. Pont fordult sorrendbe kattintottam rájuk, mindegy. De nem inném, hogy mostanában erre fele akarnának terjeszkedni. A kereskedelmi flottánkat kiküldjük kereskedni Novgorodba. A hadiflottánkat mobdolozzuk, mert nem igazán képes arra, hogy legyőzze a livóniai lovagrend flottáját, más ellen nem igazán akarunk vele harcolni. Kiválasztunk egy küldetést. Norva elfoglalása jó lenne, de tapasztalatból tudom, hogy megtámadjuk Livóniát, Moszkva rögtön a seggünknek ugrik. A Vologda moszkvai, de hát nem. Növeljük a presztízsünket, legalábbis próbáljuk meg. Nevezzük a képviselőinket. Tanácsadóinkat. Jöjjön a termelős fickó.
Jöjjön a kereskedős fickó, valamennyire fizet... Nem. Jöjjön a diplomata, mert szükségünk lesz arra a lengyel szövetségre mindenképp. És jöjjön a morál fickó. Hadsereg fenntartását levisszük, mert különben minuszba leszünk. Az országunkban jelenleg, ha jól tudom, három kultúra van, igen, három. A karéliai, a lap és az orosz. Az orosz ugyebár az alapkultúránk, a karéliait elfogadjuk, a lapot nem. Úgyhogy Kólát átérítjük karéliai kultúrára. Mivel ezzel el fog tűnni az adóbónusz, amit az el nem fogadott kultúrából kapunk. Már itt adó mínusz, tehát ez a mínusz 33% onnan lelép. Meg könnyebb lesz lecsökkenteni az autonómiát is. A későbbiekben már sem nem igazán fogunk kultúrákat térítgetni, hanem a témánál maradva megpróbálunk humanisták lenni. Meglátjuk, hogy ez mennyire működik Oroszországgal. Novgorodba küldünk egy kereskedőt, hogy gyűjtsön be. Egyet szintén küldünk a Balti-tengerre. Azért, mert Novgorodból megy a Balti-tengerre a kereskedelem sajnos, tehát Novgorod nem végső nód. Egyet küldünk Lublinba. Kazányban lenne igazából jó küldeni, csak az kim van a range-ünkből. No. Van-e valamit még kell csinálnom? Valamiért nagyon nagy hiányérzetem van. Ja igen, ugye már azt mondjuk a Kozák DLC-t a végjátszáshoz, viszont rendek nincsenek a kereskedő köztársaságokban, helyett pártok vannak, ez a három. Ezeket majd menedzseljük igazából, mind a három különböző bónuszokat ad, hogyha hatalmon van és gond, hogyha nagyon kevés hatalmuk van. Ja igen, és a mod behozza, legalábbis azt hiszem ezt a mod hozza be. Van egy pátriárkánk, akinek változik, hogy mekkora feladósága van, ez igazából olyan, mint a muszlimoknál a hithűség. Hogyha nulla, akkor nem a semmilyen modifier, hogyha maximum van, akkor viszont leviszi az adókat, de segít a térítéssel, segít az áresztelés, segít a manpowerrel. Na de! Körülbelül annyit akartunk csinálni, még nem tudunk stabilitást tolni, oké, akkor indítsuk a játékot. Oké, Moszkva rögtön ránk rivalizált, jó volt, jó volt rájuk rivalizálni ezek szerint. Adcsőnket visszaviszünk Nevába, mert jelenleg, hogyha Moszkva megtámad minket, akkor rögtön ránk tud ugrani Rezsevbe és Stack Viper minket, mert nincsenek fenntartva. Hogyha kell, akkor majd éjszakabbra viszünk Karéliába, vagy a kisöcsébe Karéliába. Hogy adjuk az összes korvettünket. Annyira nem igazán szeretnem minket, nehéz lesz képíteni a jó kapcsolatainkat, mert ugye nem tudunk házasodni, mert nem vagyunk monarchia. És a kereskedők nem házasodnak. Steam! Tehát a kereskedők nem házasodnak. Amíg itt vagyunk és nem történik semmi, addig ki is jelöljük, hogy igényt tartunk Oroszország jó részére. Ez igazából Litvániával tovább csökkenti a kapcsolatainkat, de ez minket nem zavar, mert Litvánia úgyis utál minket. Livóniára nem fektetünk jogot, mert lehet, hogy arra Lengyelország fog, amikor megszerzi magának Litvániát. Majd valamikor a magyarokkal is megpróbálok jobb viszont képíteni, mert ők is jó szövetségesek ott Moszkva hátában igazából, hogyha a lengyelek már benne vannak a bagásba. De meglátjuk. A lengyelek ráfelendezünk, majd meglátjuk, hogy visszaigazolnak-e. Az aranyhordára úgy szintén. Nem vagy benne biztos, hogy ez benne jó el akármire konkrétan, azon kívül, hogy az emi nem kezel akkora fenyegetésként. Na. Jelenleg ennyit tudunk csinálni, hogy várjunk igazából. Jelenleg nem tudjuk legyőzni Moszkvát, nincsen kozákodalmi potenciálunk, se a pénzünk. Nagyjuk a stabilitásunkat. Ez nem biztos, hogy jó döntés már sem, mert ugye jóval többbe kerülnek a technológiák, mert keleti tech csoport vagyunk, tehát 20%-kal többbe kerül, majd valamikor nyugatiasodunk egyébként. Viszont a 2,5% adóbónusz meg, amit ad alapból a stabilitás, szerintem megéri. Szerencsére a zsoldosok alapból olcsóbbak és jobb a reputációnk is, hát könnyebb lesz lepaktálni, és hogyha nagyon nagy szar van, akkor könnyebben veszünk fel egy zsoldos öreget. De sajnos nagyon nincs pénzünk jelenleg. És mivel sem Lublin, sem a Balti-tenger nem a home nódunk, és nincs igazán jelenlétünk, alig tudunk ott begyűjteni. Tehát ezzel a három kereskedővel nem megyünk sokra a játék elején. Be kell törni majd Kazányba. Oké, az aranyhorda megtámadta Riazant. Ők jó szövetségesek lettek volna, de az aranyhorda még jobb, szóval maradunk az aranyhordánál. Kazánnyal megpróbálunk szintén lepaktálni. Bár ők rivalizálnak az aranyhordával, ami nem igazán fog jót tenni a kapcsolatainknak. Maradunk az aranyhordánál. Az üzbék még szóba jöhetnek. Feltételezem nem rivalizálnak az aranyhordával. Nem, ők keletre rivalizálnak, oké. Okay. Na, meglepően nyugodtan mennek a dolgok. Játszottam egyébként egy tesztfutamot, szokás szerint még mindig, amikor elkezdek egy végigjátszás Novgoroddal. Veszítsünk, kapjunk áresztet, mert éppen presztízst akarunk gyűjteni, ez a küldetésünk. 1444. december 1-én, egy hónappal a kezdés után, nem is egy egész hónappal a kezdés után, meghal a Burgund király, Ausztria megörökli Hollandiát. Mondom, oké, szokás, hogy minden rendben megy. Nem viccelek, december 2-án meghal az angol király, és Ausztria megörökli Angliát. Úgyhogy örülök, hogy ez most nem történt. Nagyon örülnék, hogy mire átvágom magam Lengyelországon, és elkezdem eltávolítani a Kebabot a Balkánról, nem állna össze az Európai Unió. Mivel is tudjuk hovaratni a kereskedőket, növeljük a kereskedelmi erőnket.
A pontjainkat aztán még egy stabilitásra toljuk el, mert nagyon kell a pénz, hogyha esetleg arra kerül a sor, hogy hadba kerülünk Moszkvával. Moszkva megtámadta Tvert, Tver egyedül van. 7000 emberük van, Moszkvának 24000. Oké, Angliában a rózsák háborúja, Tvert átengedjük, mert jó fejek vagyunk, de már stackwipolták őket, szóval mindegy. És ebben Moszkva vazalus émesemény nincsenek is benne. Ugye Perm, Jaroszláv és Pszkova vazalusaik mind. Oké, a lengyelek unióba kerültek a litvánokkal, ezzel a litvánok már nem rivalizálnak velünk. Úgy látom, a lengyelek nem akarnak velem szövetkezni. Miért? Á, van egy tartomány, amit már ő is akar, most, hogy megszerezte magának Litvániát. Lássuk, hogy mi az. Nem. Nem, Szilézia, Lengyelország. Azt ott. Oké, már nem. Az aranyhorda? Ülepaktál velünk? Nem. Miért? Mert semlegesek velünk, hát ezzel nem tudok sok mindent kezdeni, ha jól tudom. Nem akarják visszaigazolni a barátkérelmemet. Na jó. Az aranyhordával tartjuk kapcsolatokat. A másik birodalmunkat elküldjük. A németekhez nem, mert ők Livóniával vannak jóban. És őket én utálom. A kereskedőket vagy a cégeket erősítsük. Erősítsük a kereskedőket. Miért hívtam vissza a követemet? Na mindegy. Magyarországon növeljük kapcsolatokat, mert a teutonok utálnak minket. Már így nem akarnak velünk szövetkezni. A törökök még talán jó lehetőség lennének, de nagyon messze vannak. És már így is alig tudnék szövetkezni. Hogy egy kicsit eloszlassuk ezeket a problémákat a hadsereg méretével, fölveszünk 2 egységnyi lovast. És az uralkodónkat kinevezzük tábornok, nem émi, nagyon lemegy a katonai tradíciónk attól, hogy nem tartjuk fönn a hadsereget. Ebből még egy kicsit visszaveszünk. Minél több pénz kell jelenleg, úgyis zsoldosokkal fogunk harcolni, hogyha arra kerül a sor. Moszkva nektált a Tvert. Ez várató volt. Milyen küldetés vesz föl? Remélem az, hogy foglaljuk el Novgorodot. Bár a krémjét szerintem megfabrikáltam úgyis, ezt jól megaszontam. A krémjét megfabrikálta, váó. Lengyelország aránylag szeret minket, de az a baj, hogy gyenge a hadseregünk. Meg hogy ők katolikusok. Nevezünk ki az ország élére egy bürokratát. 5-6-2, ez remek. Ami azt jelenti, jobban jön a diplomáciához, de mindegy. Ezzel ugye tovább is a kereskedők maradnak hatalmon, de egy kicsit erősítjük a cégeket, akiknek jelenleg csökken a hatalma. Na, ez a fickó, ez hasznos, hogy lehet, hogy megtartjuk egy-két választáson keresztül. Nem tudok fölvenni senkit, aki segítene valahogy bevételemmel, nem igazán. A trade efficiency fickó lehet, hogy nem lenne rossz, de nem is igazán fizetne magáért, meg fontosabb jelenleg a szövetség mindenkivel. Jelenleg kell egy akármilyen szövetséges. Lengyelország úgy tűnik valamennyi hajlandóságot mutat, hogy a magyar diplomatánkat átdobjuk oda. Moszkva adat üzen nekünk, remek. Kapunk presztist. Nem, megállsz úgy. Oké, a sérünk fenntartás alapból felmen maxra, mert a legutóbbi 1-2 patch óta ezt csinálja a játék. Felmenjük a adiadót. Mert az a jó adó. Novgorodot célozza magát, tehát megfabrikálta a claimjét, és körülbelül 2-szeres tudorőben van. Remek. Le kell győznünk egy döntő csatában. De hogyan? Az a baj, hogy a novgorodi erődön nem igazán akadályozza meg az ellenséges csapatmozgás, mert ugye itt van egy vazalus tartománya, és azért itt simán át tud sétálgatni egyébként, mert az erődrendszer remekül működik. És még nem volt időm Olonetszet megerősíteni, hogy Karéliát és Kulát elvágja mindentől. Jó. Fölveszünk egy valakkölcsönt, nem tudom, hogy mikor tudjuk majd visszafizetni. És ebből fölveszünk egy valakgyalogost. A határon már nem. Meg néhány lovast. Ezzel 9000-rel nő a hadseregünk mérete, ez 25000-re fogja kihozni létszámunkat, ez remélhetőleg egy hadsereg legyőzéséhez elég lesz. Oké, jól látom, a moszkvai Sekpszikovban megy, ami jó. Az a baj, hogy innen át tud sétálni egyébként, azt hiszem Névába is, mert nem, Névába pont nem tud átsétálni, az egy tartománytalan, ami biztonságos a birodalmamban. Nem biztonságos, mert Korélia felől be tud sétálni, és nem maradtam róla, hogy megtámadott a rohadék. Ez egy újratöltés lesz, mert innentől fogva vesztettük háborút. Ezzel nem szeretek ilyen országokkal játszani. Na mindegy. Oké, próbáljuk ezt még egyszer kicsit máshogy. Visszajövjük a magyar diplomatánkat, meg a hordait. Közben a hadseregünk szemben éppen növekszik, oké, méretre úgy értem.
Az egyik diplomatákat kiküldjük Svédországba. Svédország az a baj néhány pecsót, hogy nem igazán akarnak elszakadni az elején, tehát nem olyan jó szövetségesen, mint régen voltak. A komolyabb probléma az velük, hogy ha elszakadnak, akkor viszont megerősödnek, de egy ideig jók lesznek Moszkva ellen. Aztán talán még túl gyengék is vagyunk hozzá, hogy velünk rivalizáljanak. Megpróbáljuk támogatni a függetlenségüket és ezzel elérni, hogy szövetkezzenek velünk. A lengyelek valamikor valószínűleg harcolni fognak német lovagrenddel, tehát adségük le fog gyöngülni, aminek köszönhetően ez a viszonyítós dolog itt el fog tűnni. Tehát itt az ő hadsereg méretük az én hadsereg méretemhez viszonyítják. Pomeránia szeret, mert ők rivalizálnak a livónokkal, lehet, hogy jók lennének. Igazából Moszkva ellen akárki jó. Csak legyen. És a lengyelek harcolnak a német lovagrenddel. Oké, ebben jó esélye el fognak veszteni pár katonát. Ó, a magyarokkal is, az nem jó. Mindegy, ebben jó esélye el fognak veszteni pár katonát. Tehát ez használható lesz. Hogyha csökken a hadsereg mérete, akkor, amit mondtam, megy fel az a modifier. Közben a svédek egyre inkább szeretnek. Friendly velem, ezt viszonozzuk. Jó, hogy nem igényeltem, hogy is hívják ott Finnországot. És várjuk, hogy elszakadjanak Dániától, pontosan, hogy el akarjanak szakadni Dániától. Abban a pillanatban, hogy el akarnak szakadni Dániával, elbírok, főleg, hogy a svédek mellettem vannak. A lengyel hadserege, mint látjátok, csökken, és ezzel megy le az a modifier. Kinevezünk ismételten egy bürokrata jelöltet, Alexei Masalskit. 5-4-3, nem olyan jó, mint a legutóbb, de azért nem is rossz. A lengyel hadsereg helyre fofozódott. Oké, megvárjuk, amíg legyengülnek ebben a háborúban. A magyarokkal és a németekkel egyszerre harcolni két fronton nem könnyű, még a lengyelekkel se, pedig ők rohadt OP-k. Moszkva adott üzen nekünk, megint. Oké. Következőt fogjuk tenni, elmegyünk Novgorodba hadseregünkkel. Ami ezzel először szévelünk egyet, mert azt hiszem talán meg tudom nyerni a háborút. Ez jó kezdet, azt hiszem talán meg tudom nyerni. Oké, no. Most egy kicsit máshogy fogjuk csinálni a dolgokat. Nem próbálom majd döntő csodát kierőszakolni az emmiből, és ami azt jelenti, hogy hülyeség volt ezt a parancsot kiadni a hadseregemnek, először is kinevezzük az uralkodót, oké, ő fos. Fölveszünk egy tábornokot, oké, ő tűretőbb. Na. Leválasztunk külön külön egy-egy lovas egységet a hadseregünkről. Az egyik védére kinevezzük az uralkodót, nem kinevezzük a tábornokot, leküldjük Novgorodba felperzselni a földet. A másikkal ugyanazt csináljuk Ingermanland, miközben a hadsereget északra vonjuk Kólába. Oké, Novgorodban nem... Fuck, már odaértem! Észak felé 6-ára tudunk menekülni. Megkockáztatjuk, hogy sikerül-e... Most hirtelen nem csatázunk. Oké, az ellenség egy körkéséssel ér be valamiért, mindegy. Felperzseljük magunk mögött a földet, ez a lényeg. Itt ezt meg is tesszük, és ezzel adséggel megyünk északra szintén Kólába. Várjátok, megyünk Ladogába először, és utána megyünk északra. Az elmény szerencsére már rálokol Novgorodra, tehát egy hónapot valószínűleg el kell tölteni a télen felperzselt földön Oroszországban, ez sose jó. Koréliát és Olmec szintén, Korélia kisöccsét, és Olmecet szintén felperzseljük a hátunk mögött. Az ellenség tud minket követni, mert logika. Ahogy mondtam, leszarja az erődrendszer szabályait konkrétan itt. Tehát innen nem kellett volna tudni átjönnie ide tudtommal. Na mindegy. Mindent felperzselünk a hátunk mögött. Koréliát is felperzseljük. Megyünk mindenkivel Kólába. Azt a hadseregemet ott elkapják. Japp, mert itt ezek a rohadt nagy tartományok vannak, és ezekben nem lehet manőverezni értelmesen. Jó, leveszük a tábornokat, hogy meghajom, mert ő tűrető. És kinevezzük a másik lovas egység élére. Plusz azért, mert a manőverszkéjének köszönhetően gyorsabban tudnak menekülni így. Na. Az ellenség úgy látom követi a hadseregemet északra. Fölveszünk itt annyi zsoldost, amennyit tudunk a meglévő pénzünkből. Nem veszünk fel kölcsönöket ezúttal. A svédek akarnak függetlenedni? Még mindig nem, pedig most pedig ez szövetséget jelentene. De egyszerűen nem akarnak függetlenedni. Az ellenség 28-ára ér Karéliába, tehát ott el kell tölteni egy hónapot és utána tud támadni. Megfordult. Hátba tudjuk támadni. Erősítése nem jön. Túlerőnk van, a tábornoka viszont odavágja a miénket 15-ször. A lovasságom azt hiszem keleti lovagokból áll. Igen, tehát offenzív. Talán elbírunk fel, hogy ő is keleti lovagokat használ, és nem druzsinát, ami logikus lenne.
Ja, lássuk. Azok a zsoldosokat nem tudjuk hozni, már kicsit később. Berendeljük őket is. Na, lássuk ezt a csodát. Reméljük, hogy elbírunk velük. Nope. Abszolút nem bírunk el velük. Ez egyszerűen remek. Oké, okay, arra a következésre is jutottam, hogy totál esélytelenek vagyunk Moszkva ellen. Mert egyébként volt körülbelül 4 próbálkozás, amit inkább kiválok a videóból, mert igazából ugyanígy végződtek. Az a probléma, hogy Svédország valamiért nem akar függetlenedni már egy ideje, úgy értem néhány patch óta. És így abszolút nem lehet velük szövetkezni, a litvánok meg lutri, hogy mikor támadják meg a német lovagrendet, mert hogyha akkor meg sem is lehetségük, akkor tudunk velük szövetkezni. Úgyhogy a következőt fogjuk tenni. Ennek a résznek most véget vetünk, mert ez majd fölmegy ilyen bónusz résznek, ami nem sikerült. Visszamegyünk rögtön az első napra, fölveszünk egy rohadt nagy kölcsönt, és onnan építünk egy fucking erődöt. És akkor nem fog tudni utána menni Karéliába, és akkor kiéztetem és megdöglik és nyerünk. Úgyhogy ja, ez volt már Ratvarna, ez volt már a Bolzsúly medve, és találkozunk a legközelebb, addig is a viszontlátásra. Jó napot, kedves hízőközönség! Én Matabarna vagyok, és ez itt az Önpermelyzés 4 Bolzsúly medve újra első része. A legutóbb, hogy emlékeztek, nem igazán jött össze a dolog. Most megpróbáljuk egy kicsit máshogy játszani, kiküldjük újra a kereskedőinket. És még mielőtt akármire elkölteném a pénzemet, építünk egy fucking erődöt Olonecbe. Ez remélhetően megfogja, 200-ba kerül fák. Tehát kölcsönt kell fölvennünk, vagy meg kell keresnünk magunkat annyira, és ezt nem fogjuk tudni csinálni. Rivalizálunk Livón... Igen, rivalizálunk Livóniával és Moszkvával. Azon gondolkoztam, hogy a lovagokkal le tudunk-e paktálni, de kétlem. A lengyelekkel és a... Riazaniakkal. A Riazaniakkal le tudok paktálni, velük is paktálunk rögtön. Talán ez megakadály az aranyhordát abban, hogy megtámadja őket. Hogyha nem, akkor szar vagyunk, mert még egy háború belerángatnak minket. Ti mentek kereskedni. Növeljük a presztízsünket. Veletek motbólozunk. Ezt itt kikapcsoljuk. És fölveszünk 2 kölcsönt. És megépítjük azt az erődöt hitelből. 30 hónapig tartani megépül, ezért akarom most rögtön elkezdeni, mert mire hadadzenek a moszkvaiak, azt akarom, hogy kész legyen. Hadsereg fenntartást levisszük és visszafizetjük belőle a kölcsönt, ha tudjuk. Jó, Moszkva ránk rivalizált, Riazan elfogadta a szövetséget. Az aranyhordó szövetség ezzel kilővőd, amint láttátok, eléggé rutri, hogy mikor jössze, mikor nem. Tudjátok, ki utálja viszont az aranyhordát? Kozány. Velük akarunk szövetkezni. Sajnos Moszkvának nincs sok ellensége, igazából Litvánia a másik, és ők engem is utálnak, legalább annyira, mint Moszkvát. Hadsereinket sajnos nem tudjuk felrendelni Karéliában, vagy Karéliában, ott egyszerűen lemorzsolódnak. Főleg télen. Bár most éppen tél kellős közepe van és nem morzsolódnának le, hogyha ketté osztanánk őket. Szóval végül, hogy is nagyobb biztonságban nem, mert akkor nem tudunk itt maradni délen, hogy leégessünk mindent, ami azt jelenti, hogy Novgorodba visszük őket. A fele marad Ladogában. Oké. Okay. Létrejött a Lengyel-Litván Unió. Növeljük a stabilitásunkat. Kölcsönök mennyit kell visszafizetünk? 76-ot, az egyiket visszafizetjük. Másikat majd 4 év múlva. A kastély épül, szépen lassan, sajnos. Lehet, hogy a bildkoztas fickónak lett volna értelme, de nem lett volna értelme. De ami azt jelenti, nem csak a fölvételi áráért fizetett volna, aztán 5 hónap alatt már negatívba lettünk volna vele. Nagy új Velencei Dózse, nagyon örülök. A svédekkel nincs igazán értelme növelni a kapcsolatokat, mert ahogy mondtam, lojálisan maradnak túl sokáig Dániához. Az a szövetség elszállt. Kapjunk egy stabilitást és erősödjenek meg a céhek. Ez lehet, hogy később visszajönésekbe harab minket, de ideiglenesen jó megoldás. A lengyelek már harcolnak a németekkel, a németek pedig, ami ezt jelenti, nem utálnak. De az a baj, hogy rivalizálunk a livónokkal. A lengyel hadsereg viszont elcsés, hogy komoly veszteséget fog szenvedni, ezt talán ki tudjuk használni. Egyőre tartsuk pozícióban a céljeket. Majd, hogyha a háború kerül a sor, akkor az arisztokratákat erősítjük meg. Kazán sajnos nem rivalizál rá Moszkvára, mert azt hiszem túl gyenge hozzá, de így nem tudunk végül lepaktálni. Az lenne a kellő löket. Jégen és Kolát megkulturalizáljuk ettől függetlenül. Átterítjük Karéliaira. Igazából ugyanennyibe kerülne oroszra téríteni, csak az nem lenne azért feelinges, hogy itt oroszok vannak.
Még jobban a vízigazság feldolgását, mert igazából csak az érdekel minket, hogy tudjanak mozogni jelenleg. Annyi pénzt ki kell sajtolnunk, amennyit tudunk, hogy vissza tudjunk fizetni a kölcsönt, hogy a háborúban tudjunk felvenni. És Riazan hadba került a hordával. És az üzbegekkel. Ezért nem akartam szövetkezni Riazannal. Ezzel vesztettünk 25 presztist. Ebben. Ez viszont felvitte a kapcsolatokat a hordával, és a kazányiak nem igazán akarnak szövetkezni velem. Úgyhogy elkezdjük növelni a kapcsolatokat a hordával. Kazánnyal talán egy fokkal könnyebb lenne. Vagy stabilitást vesztek, vagy kölcsönt kell fölvennem. Veszítsünk egy stabilitást. Jó, hogy kihoztam ezt egy stabilitást a céljákból. A lengyelek úgy látom szarba vannak. Nem akarnak szövetkezni? Nem. Eszük ágában sincs. Mert nem bíznak bennem, mert kicsesztem szegény, hogy is hívják okkal, Riazaniakkal. Feltételezem. Juttassuk pozícióba a kereskedőket. Jó? Fickó érte az ország vezetéséhez valamennyire. Veszünk tábornoknak. Egy förtelmes. Közben hamarosan elkészül az erődünk Holnetsben, tehát ha Moszkva által meg minket jövőre, akkor talán van esélyünk a módszeremmel nyerni. 10% mínusz adóért kapodok egy stabilitást, ez megéri szerintem. Egyen nagyon nem akarnak szövetkezni, túl gyenge hadseregem. Probléma nélkül legyőzték a németeket, aminek nem jó, azt akarjuk, hogy legyengítsék egymást. Hát erről ennyit. Visszafizetjük a kölcsönöket. Moszkva lepaktál Tverrel. Szupi. Rám rivalizált Tver, de Moszkvával lepaktál. Kastélyunk hamarosan kész lesz Rolnetsben. Hogyha olyan háború, valószínűleg azt fogjuk csinálni, hogy ez a két hadsereg fölégeti azt, ahol van, ez pedig Olnetsen keresztül megy Karéliába, ez pedig Léván keresztül megy Karéliába, mindent Kolába. Fölégetnek mindent, amit maguk mögött hagynak. Lengyelkel kimaxoltuk kapcsolatokat, de a Trust miatt nem fognak szövetkezni velünk, ez biztos. Hogyha van egy kis mázdim, akkor a moszkvaiak valahogy hadba kerülnek a mongolokkal. Ennyire tudok számítani összesen, mármint a kazányiakkal, meg az aranyhordával. Mongolok, persze. Az üzbegeknél lázdás van, tehát ők innentől fogva eléggé haszontalanok. Riazannal lejárt a tűzhet, amit azért kaptunk, mert elárultam őket. Ausztria harcol Elszásszal, el akarja foglalni, valószínűleg be fogja inkább vazalizálni, mert a birodalmon belül van. Angliában még nem tölt ki a rózsák háborúja. Meglepő. Fel tudnánk venni a reputációs fickót, fel is vesszük, mert kell, hogyha esetleg akarnék még valahogy szövetkezni a lengyelekkel. Magyarok plán nem akarnunk velünk szövetkezni. Riazan a horda vazallusa lett. Ami jó, mert az azt jelenti, hogy valószínűleg ledarálták volna Riazant, és utána rögtön ellenem jöttek volna. A lengyelekkel növeljük kapcsolatokat a biztonság kedvéért, maxon tartjuk őket. És visszajövjük a követet a hordából, mert a horda úgy tűnik értelmetlen. Régen lehetett velük paktálni. És átküldjük a svédekhez, hát ha hirtelen függetlenedni szeretnének valamitől, mert akkor talán ki tudok hozni valami pozitívat a dologból. Jó, te egyőre maradsz ott. Moszkva körülbelül itt üzenet adott a legutóbb egyébként. Remek. Veszítsünk pénzt. Még játék is el nem játszik. Litvánia azt kell, hogy engedjük át, átengedjük őket, mert jó fejek vagyunk. Oké, vége a háborúnak, a német lovagrendet bedarálták. És elfogadják a szövetségemet. Mert rárivalizáltak Moszkvára, hála az égnek. A német lovagrend túlságosan meggyengült. Remek, szóval most van esélyünk. Hú! Ez közel volt, már éreztem a moszkvai hadüzenetet. Oké, ezzel a játék elejé krízist, ami igazából az, hogy éljük túl Moszkvát, megoldottuk. Ausztria nektálta el 100 nem jött be, mire számítottam. Ezzel megerősödött a pozíciójuk itt a francia határ mentén. Hogyha ez megörökli Burgundiát, akkor nagyon nagy veszély lesz. Nagyon nagy veszélyt fognak jelenteni Franciaországra.
Csak a szabad grófságot kapják meg, de még azzal is. Svédország közben egyre inkább szeret minket, hogyha sikerül elérnem, hogy függetlenedni akarjanak, ezt nem tudom elérni, akkor... Amint legyetek, nem tudom elérni. Ahhoz kéne azt hiszem a kémkedés idea. Igen, valami idea kell hozzá. Akkor talán össze tudnék hozni egy ilyen nagy moszkvellenes szövetséget, amivel be tudnám őket darálni. A lengyeleknek van körülbelül 40 ember Litvániával együtt, ami hasznos. Tehát így Moszkva nem fog merni megtámadni. Időt ad arra, hogy megerősödjek. És amikor megerősödtem, akkor lecsapunk rájuk. Livonia szintén meggyengültett a háborúban. Kikkel szövetkezett? Rigával és a németekkel. A németeket bedarálták ugyebár. Mi maradt Livóniával és a németekből? Livóniából 3000 ember, ebből 1000 zsoldos, 2500 tartalékos. Rigának van 7000 ember, 10000 tartalékos, ők ugye nem vettek részt a háborúban, ők veszélyesek. És a németek rendelkeznek 4000 emberrel, 3000 tartalékos. Hol van a rigai hadsereg? Beküldjük a flottánkat ebbe az öbölbe. Csak megnézni, aztán visszaviszünk modbolozni őket. Ott a hadsereg. A rigai itt van. Nem minden, hogy be tudnék szúrni Fellinigre, inkább azért, mert rám működni szokott az erődrendszer. Modbolozzuk őket. Kapcsolatig igazából a lengyelekkel nem javulhatnak hova, de azért visszaküldjük a diplomatánkat, hogy maxon tartsa őket, mert semmiképp nem akarjuk elveszteni ezt a szövetséget. Az Olmec erődöt fenntartjuk másleg. Ezt a Melgába sincs leszerelni. Nevát viszont nincs sok értelme fenntartani így. Igazából annyi van, hogy magát Nevát nehezebb bevenni. Nem adunk a pátriárkának befolyást, mert nem akarjuk, hogy levigye az adónkat. Moszkva megtámadta az aranyhordát. Visszajövjük a diplomatánkat. Van Moszkvára egy casus belli Vologdán keresztül. Megtámadom Moszkvát, és a lengyeleknek területet ajánlok. Nem lépnek be, nem akarnak területet. Olyat nem akarnak, amit én nem klémeltem be. Ha jól tudom, nem klémeltem be még semmit. Ja. Várta, nem volt a lengyeleknek itt egy tartomány, amit akartak a múltan, amit rinyáltak? Most nem akarják, fuck. Oké, ebben az esetben fel kell építünk a lengyelekkel bizonyos számú szívességet, ami rohadt sokáig fog tartani. Két évente kapunk egyet, aztán 10 kell. Tehát 20 évig nem, tehát 20 év múlva tudjuk megtámadni Moszkvát. Ha jól látom, éppen azt használják ki, hogy az aranyhorda harcol Kazánnyal. Ja, 10 szívesség kell hozzá. Sajnos ez nem elég nekik, hogy ők is udalják Moszkvát és gyengén akarják őket tartani, az emmi nem ilyen okos. Na mindegy, akkor ez van. Arrest nincs, tehát adnak a fickónak nincs értelme, ő valamennyire fizetne magáért. De ott jelen nincs igazán szükségünk tanácsadóra, itt úgy szintén nincs, majd háborúban lesz. Azt hiszem fejlesztünk egyet a techeken. Novgorodban és Nevában jó lesz. Kereskedelmi központokat, kereskedelmi piacokat építeni, nem tudok hol beszélni. Növik a stabilitásunkat inkább, mint a prestízs, bár az a küldetésünk, de ez nem zavar minket. Visszajövjük a diplomatánkat Svédországból, aki még mindig nem akar függetlenedni. És tegyünk az ország élére egy arisztokratát. Ezzel az arisztokratát még nem kerülnek hatalomba. Növik a kapcsolatainkat. Livónia ki tud el Pomerániát. Növői kapcsolatinkat Pomeránia egy szövetség is gödánokkal fák. Dánia kit utál? Angliát is cseheket, csehek, nem akarnak velem szövetkezni. Mert utalják a lengyeleket, az angolok túl messze vannak. Növői kapcsolatokat a Krímmel. Ideiglenes kebabokat elfogadok. És Nogájjal. Hogyha a Moszkva lecsap az aranyhordára, és már pedig lecsap, amint látjuk, akkor Nogáj veszélyben fogja magát érezni, és talán segíteni fog a háborúimban. Moszkva hadserege 21 000 főt számlál, ezzel nem bírunk el, amíg a lengyelek nincsenek mellettünk. Meghalt a burgund herceg. Ausztria örököl. Szerencsére is nem foglalták előtte, de amint mondtam, Ausztria így nagyon erős lett. És amint látjátok, néhány perc óta már azt írja ki a játék, hogy osztrák, német a föld, és nem az, hogy Ausztria. Tehát végre nem lesznek itt ekkora francok meg hasonlók. Már lokalizálja a neveket. Na. A pénzünket aztán nem költjük el jelenleg. Tartjuk zsoldosokra, hogyha arra kerül a sor.
Ha Svédország bármikor függetlenedni szeretne, nekem szólhat. Ez már csak időkérdés lesz. Főleg, hogy Dán királynak nincs örököse. Nogai már szeret minket, ők is harcolnak éppen Kazánnyal. Messze vagyunk, de közel fognak jönni, ha legyőzik Kazányt. Úgy látom, a moszkvaiak csatában is legyőzték az aranyhordát, ez nem igazán kottyan meg neki, megvan bőven azért a hadseregük. A tartalékos ég viszont megfogyatkoztak, aminek azért örülünk. Ahhoz, hogy harcol Bádennel, nem igazán érdekel minket. Valamilyen Mazóvia és Litvánia most ér az a Lengyelországba. Gondolom volt valami birodalmi szövetséges, akit ossan voltak és onnan jönnek vissza. Karéliát karantén alá vonjuk, nem akarjuk, hogy átterjedjen a dolog Novgorodig vagy Neváig. Azzal gondolkozom, hogy Nevát fejlesszük-e a pontjainkból, de nem most teket nyomunk mindenből. Hogyha le tudjuk hagyni Moszkvát, az egyszerűen remek. Minden szempontból fontos. Következő körben Novgorodba építünk piacot. És amikor lesz még 100 dukátunk, akkor építünk egyet Nevában is. De sajnos elmennek a galambok, amiket arra használnék el, hogy levigyem a háborús kimerültséget, ami azért lehet, hogy arra számítok, hogy az ellenséget kiéhesztessem az országomban. De amíg Lengyelország mellettem van, nem félek ilyenektől. Lengyelország harcol a szászokkal, tehát hogy el lesz foglalva fák. Ahogy elnézem, a szászok támadtak, valami hülyeséget csináltak szegénykék. Brandenburg támadta meg Lüneburgot. What? Brandenburg mellett harcolnak, oké. Okay. A szászok és Lüneburg ellen, oké. Okay. Ez nem probléma, ebben nem fognak sok katonát veszteni, hogyha nem lesz, hogy a hülye lemorzsolta a hadseregét Németországba. A törökök szarv vannak a Balkánon, támadja őket Velence, valamint hadba kerültek Genovával. Genova akarja foglalni Bigát, bármi is legyen, azaz valahol a Anatóliában van, nem? Igen, itt van, oké. Okay. Miközben Velence és szövetségesei köztük Albániával szállják meg az egész Balkánt. A törököknek lehet, hogy gyorsan vége lesz. Mármint hódító Mohamedről. Inkább hódított Mohamed. Szaszóvic. Akarok-e Ust-Sziszolkra jogot? Ez moszkvai tartomány, ugye? Nem permi, ami effektív azt jelenti, hogy moszkvai nyelv vazallusok. Mit akarunk? Arisztokrata befolyás és egy klémet? Nem. Vagy permel növői kapcsolatokat, erősítsük Ukvában a kereskedelmet és legyen több kereskedő befolyás. Ez. Hatalomban akarjuk tartani a kereskedőket. Legközelebb ismét arisztokrata jelöltet választunk az állam élére, hogy valamennyire ezt balanszoljuk. Az aranyhold vesztett Moszkvával szemben, Baden vazalus lett. Moszkvának nincs egy tartalékos, sem, viszont 20 000 ember van, ez még mindig elég arra, hogy engem megvenni, és akkor mi nem is beszélünk a vazalusaikról. Lengyelország el van foglalva a háborújával, és jelenleg egy egész favorrel tartozik nekem. Én is neki, de mindegy. Szóval, amíg nem kerül Moszkva valahogy konfliktusba Lengyelországgal, addig nem tudom őket megtámadni. Ebben az esetben más irányba kezdünk kacsingatni. Visszajövjük a követünket a Krímről, mert erősen kétlem, hogy ott normális szövetséget tudnék kiépíteni. Leginkább azért, mert a Krím rárivalizált a lengyelekre, nem tudom honnan szedte ezt a zseniális ötletet. És fabrikálunk egy jogot Narvára. Ezt a presztízs küldelést abba adjuk, mert értelmetlen. Kérünk szépen pénzt. És növeljük mindkét tekünket. Nevában szintén építünk egy piacot, mert jelenleg igazából a novgorodi kereskedelmből jön be a bevételünk nagy része, nem adókból. Ez később problémákat jelentett, egyelőre viszont ebből tudunk élni, ki ebből fogunk élni. Moszkvát azért még jól lehagyjuk, és ami azt jelenti, hogy oda tudok válni a moszkvai gazdaságnak. Ugyanis most, hogy tudom, hogy úgyis, egyrészt úgyis megtámadnak, hogyha meg akarnak támadni, másrészt meg, hogy mellettem vannak a lengyelek, és ezért valamennyire biztosít, Moszkvát embargózzuk, kitiltjuk őket a novgorodi nódból ezzel effektíve. Ezzel a befolyásuk elég jelentős módon csökkenni fog remélhetőleg. Tudunk Rigára jogot fabrikálni? Nem túl messze van. Ezt a követünket visszaküldjük a lengyelekhez, maxolva akarjuk tartani a kapcsolatokat, amennyire tudjuk. Pomerániát szétverik, nem is lettek volna jó szövetségesek ezek szerint. Moszkvát kiutálja manapság, én meg a lengyelek, ennyi. Az aranyhorda minden irányból támadás alatt áll, most támadta meg a Krím. Törökök full megszállás alatt állnak, Konstantinápolyt ugye meg se szerezték. Parraszáz esetleg az út a Genova? Igen, Parraszáz Genova, ostromolják Bigát, pontosabban megszállják Bigát. Franciák!
Bizánc megtámadta a törököket, Francia, nem, Athén van mellettük, Franciaország Velence mellett harcol. Ó, akkor már tudom, hogy nyertek klónterminátorokkal. Novgorodban majd építenünk kell egy templomot, mert nincs. Mert Novgorod az egyetlen tartományunk, ami tud normálisan dózni. Tveri kapcsolatokat van értelme növelni? Szövetségesen Moszkvával. De lehet, hogy lenne értelme. Főleg, hogy kapnánk belőle egy kis nyugit. Reputáció terén. Nem, Norvára fogadunk el küldetést. Revára fabrikálunk jogot, és felkészülünk arra, hogy hadat zenjünk a livóniai lovagrendnek. Igazban a lengyel itvánokkal, a lengyelekre úgy értem, de gyűjtjük a favoröket. Trustunk pedig szépen lassan jön helyre. A livóniai lovagrenddel csökkentjük a kapcsolatainkat, mert leszarjuk őket. Úgy is utálnak, ennél jobban nem utálhatnak. Effektíve. Oda tudnék nekik üzenni, a német lovagrend meglepő módon segítene nekik annak ellenére, hogy 300 dukátos adósságuk van. Mekkora lenne az együttes hadsége a háromnak? Ahonnan mentem vissza, ahol ki volt írva, mi? Igen. Használjuk a Paradox ABC-t. Livónia. Nulla. Jó kezdet. Erős kezdet. Riga 7k. Németek 6k. Tehát 15.000 ember. Szemben az én 15.000-emmel. Fölveszünk két egységnyi lovast. Hadseregünket offenzíven fogjuk tartani. Oda akarok válni a lengyel kapcsolataimnak. Vagy csökkenteni akarom a hatalmat a balti tengeren. A balti tengeren amúgy is alig van hatalmam, tehát ne baj, hogy csökkentem igazából. Azt hiszem. Hol vagyok én, valószínűleg a lista legalján. Ja, rohadt nagy modifierem van, meg ilyenek. Tartsuk meg a lengyel kapcsolatokat pozitívan inkább. Jelenleg azon múlik az életünk. Ami nagyjából Moszkvának elég odavágtunk Novgorodban, már gyengébbek, mint Litvánia. Ismételten egy arisztokratát helyezünk az ország élére. 004-ben ez förtelmes. Tényleg gyorsan leváltunk. Egy Jagelló nagymester lesz a livóniai lovagrendnek. Wow. Legalább hadsereget tudsz vezetni, arisztokratácskám. Tűrhető. Az oszmán törökök bebukták háborút a velencéjekkel szemben. Elengedhették Epirust és Bulgáriát, miközben elkövetelték Gyirokasztert Albánia javára. Hát ennyit a... Oké, új német-római császár, Albrecht, Habsburg. Nem oldak ki a Habsburgok, jéj. Ausztria rivalizál a franciákkal, de ennyit a törökökről. Megtámadták őket Zákkojonluk is, és Genova és Bizánc már szétszedik őket. Nem mélem, hogy fel tudják tartani magukat. Fölvegyünk még egy egység lovast? Á, nem. Nem veszünk föl még egy egységet. Viszont mivel a Livónia szépen lassan helyre fog jönni, semmi jó nem tart örökké, felkészülünk háborúra. Ami azt jelenti, jövő májusban fogunk háborúzni. Tehát november környékén fölviszik a hadseregfenntartását, hogy helyre jöjjünk. Május környékén van vége a télnek, ugyebár Oroszország jó részében. Tehát, hogy esetleg vissza kell vonulnom, akkor sem akarok télen manőverezni a saját országomban. Az ellenséget megfogják az erődjeim. Remélem. Még két évünk lesz ezzel a tábornokkal. Ő tűrhető, szóval nem árt ezt kihasználnunk. Valamennyire addig úgyis gyűlni fog még a pénzünk is, ez nem árt. Balti tengeren visszaszereztük azt a kis erőt, ami volt. Elmúlt a modifier. Eddig kaptunk volna bónuszt. Moszkva harcol? Nem, Moszkva békében van. Azt választott, hogy el akarja foglalni Novgorodot. Remek. Legjobb küldetés ever. Amúgy tényleg nézzetek meg, hogy mire ad Klémet. Ennél már csak az osztrákok vigyázzunk Csehországra küldetése a jobb. Fel akarom vinni a fenntartást még a hó vége előtt. Májusra rendben jöjjek. Valószínűleg áprilisban fogunk adat üzenni. Májusra vonulunk vissza, hogyha szükség úgy akarja. Közben Livónia hadsereget gyűjt Fellénbe. A flottánkat március végén hazahozzuk. Visszaérjen biztosan a kereskedő flottánkat, úgy értem, mert livóniai flottával nem baszakszunk, főleg, hogyha mellette van Riga. Közben a lengyelek egyre inkább szeretnek, remélem. Igen. Gyűlnek azok a szívességek.
Nevában felviszik a manpower-t, ellövünk erre pár pontot és felviszik az adókat. Oké, a flottának parancsot adunk, hogy térjen vissza a nevai kikötőbe. És adat zűnünk a livóniai lovagrendnek. Casus belli Narva. Ellenem a németek és Riga. Lássuk. Oké, kaptam egy kisebb frame dropot, amikor ott zöntem. Nem tudom, hogy bele... Valószínűleg ki fogom vágni a felvételből. Mindegy, remélem, hogy ez nem égi el volt arra, hogy meg akarnak Moszkválni. Azt hiszem Narva csak egy, az egyik hadseregünket tudja eltartani. Nem, eltartja mind a kettőt. Oké, akkor nagyobbik élére rakjuk a tábornak. Most már nem. Felnémben nem tudunk átmenni, mert itt működik az erődrendszer, for some reason. A flottánkat nem, nem bírunk el a flottájukkal. Mert nekik vannak gályáik, nekünk meg nincsenek. És ezért beltengeren nem szarakszunk gályáikkal. Az ott viszont sík terep. Nekem pedig 5000 fős túlerőm van, és egy tűrhető tábornokon, bár az övék jobb. Aha. Jó vicc volt játék. Mikor érnek oda? Június. Oké, már oda vannak lokkolva, és most rájuk megyünk. Reméljük, hogy, le tudjuk egy győzni csatában. 8-as dobtunk, jönnek a németek. Nope. Ezt buktuk. A veszteségünk hasonlók, ami azt jelenti, hogy egy kicsit többet vesztettek, mint mi. Viszont Norvád megszállásra elvettük. Mindjárt véget fog érni a megszállás. Fölveszünk két egységet ebből a méredrága zsoldosokból. Nem, egyőre nem. Lássuk, hogy mit csinál az emmi. Támad? Nem. Nem támad, védekezik. Ó, ez bizony támadni készül. Fölveszünk két egységet ebből a méredrága zsoldosokból. És készülünk a harcra. A németek elvonulnak valahova. Hova az egy remek kérdés. Velence úgy tűnik végül elvesztette a háborúját, pontosabban a törökök visszaszorították őket annyira, hogy egyszerűen békét kössenek és ne változzon semmi. Megvárjuk óvégét, hányan jövünk vissza a seregbe. Feltételezem azért 20.000 fölött leszünk. 19.000 pontosan. Ja, ennyi a max, oké. Nem tudom, hogy lennénk 20.000 fölött 19.000-ből. Mindegy, az a lényeg, hogy lecsapunk rájuk, nem tudom, hogy hol vannak a németek, de erősen kétlem, hogy annyi eszük lenne, mint nekem, amikor kiszámítom, hogy meg fog csinálni VM és visszavonultak volna Ferlinbe és éppen készen állnak a csatára. Ezt csinálta, ami azt jelenti, hogy száll pontosan. Megjegyzem, mi esze? Wow. Visszavonulunk, vesztettünk megint egy valagembert, ők egy kicsit többet. Ami másnak kivételesen jó, mert az emminek most kisebb tartalékai vannak, mint nekem. Oroszország előnyei. Viszont tudod, hogyan? Ott van Novgorod! Fogja azt a tartományt, nem? Jéj. Nem, megállsz. Parasztokat akarunk, vagy parasztokat akarunk? Sajnos Novgorodot nem ostromolj. Sajnos Novgorodot nem ostromolj az ellenség. Hol van Kargopol? Itt. A nemeseket támogatjuk, ostromolják Novgorodot. Azért, mert Novgorodot ostromolni kell, és nem Isten megszállják a parasztlázdók. Ti pedig meneküljetek vissza Olonec mögé. Oké, akkor meneküljetek Arhangelskig, miért ne? Az ellenség ostromolja Nevát, és le is morzsódik a télnek köszönhetően. És ez csak a németek hadsereget, talán most el tudjuk őket kapni egy idő, amikor visszatérünk. Itt a május, mindjárt vége a telnek, oké, az emi meg is fordult. Jövünk Lodogáig, úgy látom kiszimata volt, hogy parancsot akarok adni. Oké, ez is el fog sétálni Novgorod mellett. Hogyha ezt tudom, hogy el tudnak sétálni mellett, akkor felfárzseltem volna másodleg Nevát, amíg ott voltam. Egyszerűen remek. Mindegy, ostromolja Nevát túl sok emberrel. Szét fog morzsódni, főleg amikor beüt a térésbe, fog ütni, mert nem fogja addig megszállni. A parasztokat viszont szét kell vernünk a lehető leggyorsabban. Most az a kérdés, hogy merjek-e pofátlan lenni.
Mert ha merek pofádlan lenni, akkor mögé sétálok Ingermanlandba. És felperzselem, de nem, mert megfordult ő is valamiért, egyőre ismeretlen okokból. Mert csatázni akar Novgorodba, vagy ostromolni akar. Akármi is van, felperzselik Novgorodot. Tudom, hogy lehet, hogy nem a legjobb volt az egyetlen termelő tartományát feltermelni. Felperzselni. De kemény időket élünk. Közben beütött a tél, át is küldjük a seregünket Ladoga felé. Növeljük az arisztokraták befolyását, veszítsünk el egy diplomatát, most úgyse használunk egyet se. Ez nem elég az, hogy az arisztokraták hatalomra kerüljenek. Mikor van a választás? Jövő augusztus. Ebben az esetben nem lőjünk el pontokat arra, hogy erősítsük az arisztokratákat. Augusztusban úgyis hatalomra kerítjük őket. Addig valószínűleg úgyis el fog húzódni a háború. Másnak azért akarom őket hatalomra keríteni, hogy megkapjuk azt a plusz morált, amit adnak a hadseregnek a háború idejére. Jó, közben a két hadsereg intenzíven ostromol Novgorodban és Nevában. Ezt a hadsereget, ami itt van Nevában, megpróbáljuk letarolni. Felszabadítjuk a várat az ostrom alól, ha tudjuk, ha nem ér ide időben az erősítése. Úgy látom, ide ér. Viszont abban a pillanatban, hogy ide ér. Holnap én visszavonulok. Köszönöm szépen. Novgorod ostromát ezzel meg is hosszabbítottam. Az ellenség pedig ott áll Nevában és lemorzsolódik a tél kellős közepén. Tudom, hogy fura így offenzív háborút vívni, de így kell vívni. Pontosabban így lehet vívni. Az a probléma, hogy én is eléggé jól kimerülök benne. Az elmi felsőleg elhagyta az ostromot, az a baj, hogy a maradékkal valamiért fent tudja tartani. Jó tudom, miért, mert nem tudok kirohanni és nem tudom megsemmisíteni az ostromgyűrű, de akkor is. Oké, visszatér Nevába, ahol már vége a telnek. Mi ebben az esetben elmegyünk Norvába. Megkerüljük az ellenséget. A Rivónok reagáltak. És mennek Ingermanlandba. Valamiért. Ki aztán, hogy megint az alkalmat, hogy lecsapjunk a németekre? Nem. Várunk még egy hónapot, hogy egy kicsit helyre jön a hadseregünk, mert se közben kifogytunk a manpowerből. Remélem, hogy az ellenség is. A németek nem fogytak kívül érdekes módon. Szóval nem tudom, hogy csinálják ilyen a morzsódás mellett. A rigaiak úgy szintén nem, bár kezdenek fogyni. És a Livónok... A Livónok sem. Mondjuk a Livónok jó sok zsoldos használnak. Moszkva megtalálta Jaroszlavot. Lengyelekkel közben gyűlnek a szívességeink, nem tudjuk őket behívni mondjuk háborúba, mert úgy érzik, hogy nem állunk nyerésre. Jó, mondjuk tűzszünetük is van a Livónokkal, tehát amúgy se lépnének be jó eséllyel. Sőt, biztos, hogy nem lépnének ebből, az emi sose lép be, amikor tűzszünete van. Valamiért Ingermanlandot mindig meg akarja szállni, szóval ezt visszafoglaljuk, pontosan visszafoglalja az erőd automatikusan. És felperzseljük. És onnan átmegyünk Narvába, megszálljuk azt. Kiítjük a Tikinvorszkort legalább. Kinevezünk az ország egyére egy másik arisztokratát, még mielőtt átérünk, mindegy. Ha jól látom, ő is eléggé fos, legalább egy kettes kapott az administratív skilljére. És ért a tűzerőhöz. Nem tudom, hogy ez pontosan úgy lesz hasznos, hogy tüzelni fogja a láncsákkal. Ne foglald el névet, oké, remek nem foglalta el. Viszont Narvába jön az ellenség, vagy Ingermanlandot megy megszállni. Lássuk, hogy át akar jönni Narvába, miután egy körig lemorzsódik, pontosabban egy hónapig. Nem perzseltem föl? Vagy nincs tél? Nincs tél, még. Oké, az emi onnan meglép, én pedig megyek és felszabadítom Novgorodot. Novgorodot úgy értem, Névát. Oké, erre az emi megfordult. Szedjünk le pénzt az egyházról. Lássuk, hogy visszaér időben. Remélem, hogy nem. Visszaért. Viszont lássuk, hogy ki tudunk esetleg tartani a teljes hadsereg ellen. Esélytelen. Visszavonul megint Olanec mögé. Ezúttal tényleg addig, amíg parancsot adta, ami egyszerűen remek. Az ellenség komolyabb veszteségeket szenvedett, mint én, és elkezdett kimerülni a háborúban. Hogyha ki tudom szedni Livónia mögül a szövetségese itt valahogy, akkor nyerhetünk.
Nem van, még mindig fel van pelcselve, most foglaltál. Fuck. Viszont, hogy jön keletre, egyre nehezebbek lesznek az ostromok. A németek úgy látom köszönik, hazamentek nekik, ennyi elég volt a háborúból. Moszkva legyőzte Kazányt. Moszkva egyre rohadt módon nagyobb lesz. A flottan meg sem is dimár, nem volt az egyetlen használható kikötőm. A Lonetben csatázni akar, úgy látom. Megadjuk-e neki? Nem. Visszamegyünk a seggem mögött, elkezdjük ostromolni Névát. Ügyletom, erre ő is megfordult, üldöz Koréliába. Oké, ostromolj Dolonetszet, ott le fogsz morzsódni, hála az éjnek. Remélem a névai helyőrség nem túl nagy, mert ha van egy kis szerencsén és betöröm a falakat, ami ezt tényleg szerencse kell, akkor meg tudom rohamozni. A létrát továbbra se ismerjük egyébként. Ezt nem sikerült feltalálnunk a legutóbbi fölvétel óta. Litvánia harcol a németekkel. Oké, tehát legalább a német logolent hadseregét kiütik a livónok mögül, hála az égnek. Békét tudok évelük kötni? Nem. Levízzük a kimerültséget. Azért egy jó nagy darabot ki fog másnak haradni Livóniából. Amikor megnyertem a háborút. Oké, a német-római birodalom elkezdték a reformokat. Svédország mindig nem akar független lenni, hát ez nem igaz. Ki utálja Moszkvát? Nogai és a Krím. Szövetkeztek is, ami ezt illeti. Oké, Nogaival elkezdünk rohadt módon kapcsolatokat növelni. Lehetséges, hogy össze tudok hozni egy Moszkva ellenes szövetséget. Koalíció sajnos nem. Jó, nem vagy gyorsan visszafoglaljuk, remélhetőleg, bár már betörhetnének a falak, annak kimondottan örülnék. Fölmegyük a hadiadót, mert ezt eddig úgy, hogy nem tettem meg. Szerencsére csak két kölcsönt kellett felvennünk, ami nem túl vészes, nem viszi fel annyira az inflációt, és azért a csőtől messze tart minket. Jó, betörtek a falak, rohamozzunk-e, ez a kérdés, most már van időnk, van esélyünk bevenni roham nélkül. Ne rohamozzunk, ha nem muszáj. Dezertálnak a védők, Olandzben úgy szintén. De nagyobb esélyem van itt, szóval azért talán én fogok először nyerni. Riga, ki akar ugrani? Nincs diplomatám, egy darab diplomatám van az egész országban. Nogai egyőre még nem akarom elszövetkezni. Oké, Néva megszállva, szálljuk meg Narvát. Olandzban az ellenség szépen lassan lemorzsolódik. Én már nem akarok harcolni a játék szerint. Ezt figyelembe kell vennem. Én mindig a játékra hallgatok, hogy megmondják, hogy mit akarok. Oké, üdvözlöm, az ellenség elkezdett megfordulni. Pontosan megfordult. Úgy is fogalmazhatnék. El kell szorsomolni Ladogát. Novgorodot már felperzselte, most felperzseljük Névát. Aztán megkerüljük és elkezdik ostromolni Olonetszet. Bár ez egy jó kérdés, ostromoljuk Olonetszet? Ami történt, kapjunk diplomáciai pontokat. Oké, úgy döntöttem, hogy nem ostromoljuk Olonetszet, inkább elmegyünk rögtön Ingermanlandon keresztül Narvába. Ja, már indultunk, szóval vissza kell fordulnunk. Oké, az ellenség ostromolja Nevát, ez nem jó, mert ott nem akarunk belé futni. Ladogát felszabadítjuk, aztán utána megyünk Narvába. Hagyjuk, hogy az ellenség nem morzsolódjon. Riga nagyon szeretne harcolni, hogy hogyan és miért, amikor szarrával merülve és egy tartományos városában nem vagyok biztos. Jó, Ladogát felszabadította a Navgorodi erőt, menjünk Narvába, szálljuk meg, aztán ostromoljuk Revált. A lengyeknél kitört egy nemesi lázdás, leverik, remélem. Ó, első dobásra betört a nevai falakat, ez remek. Nagyon nem akarna békét kötni, mert annak ilyen, hogy rohadt módon kimerültek. Jól áll a szövetség a háborúban, mert szövetségesek a háborúban, és már nem megy elég ideje a háború. Kezdjük el ostromolni Revált, lássuk, hogy ki tudunk-e provokálni az ellenségből egy támadást. Bár te van, látni, nem kéne ostromolnom, de ő is morzsódik azért. Azért remélem, hogy lassan elkezd fogyni a manpower-ra és elkezd veszteségeket szenvedni abból, hogy ostromol. Mindenhol plusz kereskedelmi erőt kapjak, vagy plusz... hogy is hívják ott? Plusz termelést. Kapjunk kereskedelmi... várjunk, mennyi az áll leszünk, hogy általában
Eléggé kevés, oké. Okay. Kapjunk inkább plusz termelést, erősödjenek a célják. Aztán elkezdjük hamarosan erősíteni a kereskedőket, mert remélhetőleg mindjárt vége a háborúnak. Oké, okay, itt roland módon lemorzsódunk, visszamegyünk Narvába. Hogy az emmi hogy bírja ezt a háborút manpowerrel, azt nem tudom. Livonia már nem akar harcolni, a rigaiak még igen. Azért az eléggé humoros. Na mindegy, főleg, hogy a hadsereg felét Riga adja és ők morzsódnak ott szarrá. Kíváncsi vagyok, hogy a, nagy, hogy a városi befektetők és polgárok mit gondolnak a háborúról. Na mindegy, talán majd megunják valamikor lassacskán. Livonia elfogadni egy egyszerű békét? Nem, nagyon nem fogadna, annak ellenére, hogy ki van merülve, mint rohadt élet. Arra számítok másnak, hogy beveszi Nevát. És amikor bevette, megtámad engem Narvában. Ohohohohoho, nagyon vicces. Fel is vezünk, ami azt jelenti, hogy tanácsadót. Tudom, sokba kerül, de fölvesszük. A lengyelekkel elkezdjük növelni a kapcsolatokat, mert egy kicsit leestek. Harcolnak éppen a csehekkel, csinálják. Brandenburg mellett harcolnak, ha jól látom. Brandenburg támadott. Oké, bevette egy nevádlásuk, hogy megtámadják a Narvában a hadseregemet. Elkezdték megszállni Ingermanlandot, ez ígéretes kezdet. Védekezésben talán elbírok velük egy csatában. Oké, az emi elkezdett békét ajánlgatni, és annak jön, hogy mindig követelez jó jel. Oké, Novgorodot megy ostromolni ott, aztán már elmúlt a... The fuck? Miért? What? Mi? Miért nem? Miért nem tudok visszamenni a saját területemre? The f... Mi ez? Vezetem egy stabilitás, mert fuck you. Oké, köszönöm játék. Azért kérdezett volna, hogy miért. Na mindegy, de miért nem tudok visszamenni? Mi ez? Most fizikailag képtelen vagyok visszamenni és visszafoglalni Nevát? Hogyan? Az ő erődje Narváig blokkol. Az én megszállt erődömnek elméletileg nem kéne blokkolni engem, és pláne nem kéne azt blokkolni, hogy visszatérjek a... Hát, hogy? Nem értem. Sos értettem az erődrendszer, de most pláne. Ostrom a Jugrevált. Miért ne? Riga lassacskán talán majd ki akar ugrani valamikor a háborúból. Ha Riga kiúrik, akkor a livóniai lovagrendet már széttépjük, az nem lesz probléma. Megsemmisítjük egy csatába, elküldjük a zsoldosokat és onnantól a saját pénzünkből tudjuk menedzselni a háborút. A német lovagrend, a lengyelek, ha jól látom, komoly vereséget fognak szenvedni a csehekkel szemben, viszont ez nem jó. Az lehetséges, hogy Moszkvának lehetőséget ad arra, hogy megtámadjanak. Oké, úgy látom, mégse a döntő csatát megnyerték. Mitől vesztem a stabilitást? Azért nem kéne, hogy egyszer a semmiből stabilitást vesztelem, vagy ez normális? Nem kéne kérni a játéknak, hogy miért vesztem el? Kérdem, hogy azon a Black News Indie-es üzenetem kírna, de ezen túl elolvasom. Ó, már 0%-on van Novgorodban, remek. Dobott 2.30-est. Csak stabilitást vesztek. Miből azt nem tudom. Ó, már sejtem, hogy miért. Azért, mert Zemmi olyan békéket ajánl naponta, amiket el szeretne fogadni a népesség, ezért naponta vesznek stabilitást, amikor nem fogadom el a békéket. Jéj! Még mínusz két stabilitás. Riga hamarosan békét köd, és akkor talán rá tudom venni a népességemet, hogy kezdjenek el nem levinni a stabilitásomból egyet-két naponta. Ez... Ki találta ki ezt a hülyeséget? Már nem azért. Azt teljesen megértem, hogy ez akkor beüt, amikor megszállták a teljes országodat és szemét vagy, és nem akarsz békét kötni, bár akkor nem tudom, hogy az emlényel mert nem szokott beütni, amikor nem fogadja a békék kérelmeimet. De azért az, hogy egy 52%-os vorszkoros háborúnál, amikor megszállták két tartományodat, én megjegyzem, ilyen kettőket termelnek, azért ez egy kicsi túlzás. Megszállt a Novgorodot. Oké, megtámad minket egy csatában. Ki tudom esetleg, ja, és nincs tábornokom, mert ugye nem tudtam kinevezni, mert nem lehet. Mert nem tudtam hazamenni a saját területemről, hogy kinevezzem az új tábornokot. Jó, ezt újra töltjük, mert ez azért... És nem tudok átmenekülni... Na jó, ez bullshit.
Oké, okay, visszatartottam annyit, amennyit tudtam a háború elejére. Azt hiszem, hogy itt üzenetem adat, igen, még be se hívták Rigát. Másság, ez a rész valószínűleg egybe fog fölmenni, nem fogom darabokra vágni, mert ez ilyen... Mondjuk, hogy a döcögős kezdetet felrakjuk egybe, és ezentúl remélhetően normálisan fognak menni a részek, kevesebb rilódolással. Egyébként ezért nem szeretek kisatalmakkal játszani mindenkinek, aki egyébként azt kéregeti állandóan, hogy kisatalmakkal játszak, mert ez van. Mert bebuktál egy háborút és game over. És néha nem tudsz mit tenni az ellen, hogy az emmi két kör alatt bedobja Novgorodot. Összegyűjtjük ide az erősítésregünket, amit be fogunk dobni, amikor az ellenség elkerülhetetlenül megtámad minket Narvában. Ó, az emmi hülye! Szétszedj is regét. Oké. Okay. Felveszünk egy tábornokot ennek a seregnek az élére. Oké, okay, remek. Azaz a sereggel megy Névába. Oké, okay, még hülyébb. Megsemmisítjük a rigai hadsereget Narvában. Amikor erre sor került, megfordulunk és megsemmisítjük a Livón sereget Nevában. Ó, itt van a német sereg is. Ó, és mindjárt máshogy megy a háború. Látjátok? Totál random. Kapjunk merkantilizmust, azért valamennyire márt, főleg, hogy Oroszország vagyunk. Igazából mi vagyunk az egyetlen kereskedő köztársaságnak nem árt a merkantilizmus. Rátom, még lehet, hogy szükség lesz, mert az emminek van tartalék, van bőven tartalékosa. Úgy látom, az emmi ott akar parra szállni. Azután, hogy én odaértem gyalog. Hogy honnan vette ezt a zseniális ötletet, azt nem tudom, de én örülök annak, hogy be tudom darálni a Livón sereget is. Stackwipe! Látjátok? Totál random! Van, hogy az emmi értelmesen gondolkozik, mint a legutóbb inkor csapdába csapd, mert nem számítottam rá, hogy tud olyat. Meg van olyan, hogy ezt csinálja. Ami azt jelenti, hogy ezt a segetit felbevágjuk, és a tábornoktalan felét visszaküldjük. Az embertömeg ott elég arra, hogy ostromoljon, és nem kell több embernek lemorzsódnia, mint muszáj. Ezt jól megaszontam. Kinevezzük az élére az uralkodót, mert why not. De jó, innentől nyertük háborút igazából. Talán nincs is szükség a zsoldosokra. Mennyire vagyunk mínuszban nagyon? Fölmegyük a adiadót, mert az a jó adó. Oké, okay, itt a vége a török-genovai háborúnak, igen, ennyire visszatöltöttünk. Viszont a bizánciai még rohadt módon megszállják őket. Németek. Támadnak Reválnál, oké. Okay. Menjünk erősítésként, megint csak brutális túlerőben leszünk. Oké, okay, nem annyira brutális, de azért túlerőben leszünk. És fölényes győzelem, ha jól látom. Yep. Kevesebb veszteség. És nyertük a csatát. Ki akar ugrani Riga? Nem, nagyon lelkes, én mindig azt tudjuk, hogy Riga lelkes. Nagyon lelkes, mindig. A lengyelek elkezdik növelni a kapcsolatot, ugyanezt tesszük a Krimmel. Ők az erősebbek közülük és Nogai közül valószínűleg. Nem, mert a Krim utálja a lengyeleket, Nogai nem utálja a lengyeleket. Közben figyelnünk kell, hogy nem jön vissza Sunyin az ellenség. Úgy látom nem. Reválban betörtük a falakat, most mi dobtuk be a két kör alatt. Oké, elvesztettük a hatását a prosperitásunknak, ez van. A hadserege akkora, mint a milyen körülbelül. Tehát megint megerősítette magát. Reválta hamarosan bezúzzuk. Akkor átmegyünk arra 4000 emberre és bedaráljuk. Hoppá! Nem is láttam, hogy ezt honnan jött, feltételezem, de erről. Ferlin felől. De szerencsére a kockák kivételesen mellettem vannak, és nem daráltál be a seregemet addig, amíg ide jön erősítésem. És jött 2000 Livón. Hogy miért? Azért megkérdés. De bevettük Revált. Szálljuk meg Ferlint és Hapszelt. Ó, oh, stackwipe-oltuk a Livónokat. Felszabadítottuk Neva blokádját. És innentől fogva megszálljuk a Livónok tartományait. Ezt a három ész tartományt valószínűleg követelni fogjuk. Ó, elfogad egy békét. Remek, követelhetjük őzelt is. 35 dukáttal. Ennél többet nem is akarunk igazából. Humiliálni lehet, hogy jó lenne őket, mert abból kapnánk ugye pontokat, és ezért hasznos. De nem feszítjük túl a húrt, ennyi elég lesz, még ezzel is rám fog koalíciózni, valószínűleg a fél világa, hogy ismerem a szerencsémet. 2 és 17 közötti agresszív expanziót kapok 94 országban, köszönöm az információt. Tehát az emberek szerint agresszív leszek, lényegében ezt üzeni a játék.
Felint lehet, hogy jól nem megszállni, mert igazából ez a legfejlettebb észtartomány. Meg minél több észtartományt az Öböl Birodalomban, annál könnyebben lesz az észt elfogadott kultúra. Pusztán humanizmusból akarom megszállni, de nem. Ez elég lesz. Narva a miénk, ebből kapjuk a presztízsen minden, ezekből magvokat is csinálunk, leviszük a kimerültségünket egyel, kettővel nem kell. Tengerészi verseny a livónokkal? Talán, amikor kifizettem a költségbe, amikor kifizettem a problémákat, a kölcsönöket. Ez Vitebsz vagy Vitebsz? Sose tudom. Mindegy. Be kéne vennünk, hol van. Litván területen már csak az hiányzik, barátocskám. Tehát vagy Tverből csinálja a kübrést, aki moszkvai szövetséges. Szövetkezne velem is. Vagy a livónokat próbálj majd leversenyezni tengeren. Legyen az utóbbi. Egy fokkal jobb. Levisszük a fenntartását adatságunknak. Kilenjük a zsoldosokat és felosztatjuk őket. Ti jöttök ide és tartjátok a rendet Livóniában, amennyire lehet. Ó, sikerült a tengerészti verseny, mert feltételezem lebontotta a fél hadseregét. Térítsük át Hapszalut. Mennyi ideig tart ez? 101 hónap. Tűrhető legyen ez. Meg fogja könnyíteni a maradék áttérítését. Egyelőre térítenünk kell, amíg nem vagyunk humanisták. Bosznia annektált Raguzát. Bizánc úgy tűnik béket kötött a törökökkel, elfoglalta Peloponészoszt. Remek. A törökök nagyhatalmának ezzel vége. Jaroszlavot annektáltak a moszkvaiak. Nassaui Fülöpöt tettél meg német-római császárnak? Az osztrákoknál interregnumban kihalt a Habsburgok. Érdekes. A magyarok utálnak minket, mert a lengyelekkel szövetkeztünk? Igen. Kapjunk presztízst. Növeljük kapcsolatokat a lengyelekkel. Nogai diplomatán kimaxolt mindent, amit lehetett. Visszahívjuk. Ki utálja Moszkvát? Senki. Moszkvát mindenki szereti. Legyen egy adminisztratív. Van itt egy bürokrata. 4-3-0, ez nem a legjobb, de elmegy. Tábornoknak milyen? Tűrhető. Norvégia még mindig unióban és szereti a dánokat. Svédek úgy szintén. Ennek nem örülök. A svéd hadsereggel azért nem akarok szembe kerülni, tehát egyőre nem támadjuk meg őket Finnországért. Növeljük a pátriárka felhatóságát, mert ezzel növeljük a misszionáriusaink erejét, és gyorsítani fogjuk a térítést, amint látjátok, legalább egy évvel. Jövőre kész lesznek a kórok, remek. Annak ellenére, hogy Norvár és Ára van magam, ott is ugyanilyen sebességgel készülnek, gondolom azért, mert ez a kettő meg kevésbé fejlett és könnyebb kórozni. Igen. Az észtek jól siel fel fognak lázadni, ezzel nem tudom mit csinálni, majd leverjük őket. Visszafizetjük a kölcsönt. Mert úgy hallom, az visszajár. Ho-ho-ho-ho. Özelnek adunk autonómiát. Hapszalónak úgy szintén. Norvának nem. Norvát azért valamennyire integrálni akarjuk. Elkezdjük felvenni hadseregünk fenntartását, mert ki tudja, hogy mikor támadnak ezek a gonosz észtek. Az a probléma, hogy ez eléggé rendesen levít minket mínuszba. És nem akarunk felvenni még egy kölcsönt, ha nem muszáj. Úgyhogy egy kicsit levesszük hadsereg fenntartását. Viszont tartjuk őket egyelőre Észtországban. Amikor olyan 70 felé kezd lenni ez a méter, akkor kivonjuk őket. Azért kerül már csak ennyibe a fenntartás, mert ugye most hozzuk helyre a sereget, ugye. És ilyenkor többbe kerül. Viszont amikor leverik őket, azt fel tudjuk használni arra, hogy Reválban viszont csökkentsük az autonómiát. A szeparatizmus meg úgyis megy le szépen lassan. Oké, ezek mindig 60-on csücsülnek. A lengyelek most támadták meg a németeket. Riga segít nekik. Riga lelkes. A bolgárok védekeznek a szerbek ellen, akik éppen Skopjét akarják. Felhőzöm, az volt az egyetlen erődjük, tehát azért van 100%-on, vagy Tarnovo. A szerbek erősek lesznek a Balkán ezek szerint. Nogai nem akarom lepoktálni, mert még nem rivalizált rá Moszkvára a kis hülye, valamiért. Kazány úgy szintén. Na mindegy, velük is növeljük kapcsolatokat a biztonság kedvéért, és a svédekkel is annyira fenntartjuk, amennyire csak lehet.
A cselekedetben megszállják a magyarok. A magyarok el akarják foglalni Morvaországot. És mivel a császár gyenge rohadt módon, mert ugye Nassaui Fülöp, ezt meg is tudják tenni. Az osztrákoknál pedig Habsburgok vannak, visszahozták őket valahogy. Vagy egy éves Ludwiguk. Tehát valószínűleg visszahozták Habsburgokat, és utána egy hónap alatt meghalt a király, miközben született a gyereke. Zseniális. Kicsit feljebb veszik a fenntartást. Gyorsan mozzuk helyre a haderőnket azért. Amennyire lehet. Ez még mindig 60-on csücsül. Oké, tehát minusz vagyunk, hogy teljesen feladatjuk a seregünket, ami egyszerűen zseniális. Tényleg megkapom a 2,5%-os adó modifiert? Igen, megkapom, oké, tehát nem kell levinnünk az inflációt, nem feltétlenül. Ezt itt növelni fogjuk, ez segíteni fog a kereskedelmünkkel, meg a range-ünkkel is növeli, és Moszkva megtámadott minket. Kitaláljátok, hogy ki van mellettünk? A lengyelek. Ez Moszkva részéről öngyilkosság volt. Úgyhogy ezt ki fogjuk használni, hogy megsemmisítsük Moszkvát, viszont az már nem fog beleférni, amint látjátok, ennyi túlerőnk van. Úgyhogy ez volt én már a Tabarna, ez vagy már az Európa Fenyegetés 4 burzsúly medve, és találkozunk a legközelebb, amikor leszámolunk Moszkvával. Addig is a viszont, letesre!